Beszúrta mostoha apját egy 30 éves férfi a szabolcsi Kántor Jánosiban, miután megittak 2 liter bort és összevesztek. A férfi túlélte a szurkálást, az elkövetőt fél órán belül elfogta a rendőrség. Emberölés kísérlete miatt letartóztatták, akár élete végéig börtönben maradhat. Itt ebben a házban kezdett italozni a fiatal férfi édesanyja élettársával. Nagyjából 2 liter bort ittak meg, amikor valamin nagyon összevesztek. A 30 éves fiú akkor faképnél hagyta az idős férfit, és hazament. Azonban néhány perc múlva késsel tért vissza, és rátámadta mostoha apjára. Az édesanyja végignézte az egészet, a kis stábunknak mindent elmesélt a történtekről, de kérte, arcát nem utassuk. Ezen az ágyon az élettársam ott feküdt, én ott ültem az ágy szélén, és akkor berohant, mi azt se láttuk, hogy kés van nála, vagy mi van nála, csak már én is azt láttam, hogy szúrt. Én 2 szúrást láttam, hogy a többit mikor ejtette rajta, fogalmam nincs, mert én ugye próbáltam eldobni a fiamat, de nem sikerült, mert akkor arra az élettársam ugye hiába annak ellenére, hogy meg volt szúrva, felugrott, és a fiamat kivitte egészen a terasz végéig. Az idős férfinek alhasi, melkasi, nyaki és combsérülése keletkezett a szúrásoktól, ami miatt akkora volt a vérvesztesége, hogy végül összeesett. Az anya ekkor már hívta a mentőket és a rendőröket, eközben viszont a tettes elmenekült a házból. A Mátészalkai rendőrkapitányság munkatársai az elkövetőt a bejelentés követően mindössze fél órán belül elfogták. A rendőrök megbilincselték és őrizetbe is vették az ittas férfit. A főügyészség tartva attól, hogy a fiatal férfi kivonja magát a büntető eljárás alól, illetve újabb bűncselekményt követel, kezdeményezte a letartóztatását. A Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója a mai napon 30 napra az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a letartóztatást. Amennyiben a férfi bűnössége bizonyítást nyer a bíróságon, akár élete végéig is börtönben maradhat.